Hello, hello! Jó napot kívánok mindenkinek! Ma megint csinálunk egy ilyen francia videót, de hogy kell franciául olvasni? Kezdjük, jó? Vannak ezek a en kimondású szavak. En betűvel, vagy em betűvel. Mint például december, décembre, décembre, december. Vagy la tente, a sátor, la tente, a sátor, amit ugyanúgy mondunk ki, mint a tante, a nagynéni. Szóval tante a sátor, meg tante a nagynéni, mind a kettő tante. Csak attól függ, hogy miről van szó. Szóval például ma tante est couchée dans la tente, a nagynéném fekszik a sátorban, ma tante est couchée dans la tante. Ma tante est couchée dans la tente. A nagynéném, a nagynéném fekszik a sátorban. Most a ER betűről beszéljünk egy picit, mert a ER betű nem mindig E, mint az igék végén, mint például acheté venni, acheté venni, de valamikor úgy is kell kimondani, hogy mint az ER, R. Mint például a kígyó, le serpent, a kígyó, szóval itt kimondjuk. Le désert, az a sivatag, amit nem kell összekeverni a desszerttel, például, ami le dessert. Je mange un dessert dans le désert, eszem egy desszertet a sivatagban, je mange un dessert dans le désert. Je mange un dessert dans le désert. Eszem egy desszertet a sivatagban. Tudom, hogy egy ilyen kicsit érdekes példákat adok, de szórakoztat, legalábbis engem. Franciául. Nem csak F betűvel csináljuk az F kimondású szavakat, hanem PH-val is, mint például la photographie, a fénykép, la photographie, amit tulajdonképpen inkább úgy mondjuk, hogy la photo, a fénykép, la photo, nem mondjuk ki az egész szavat, le dauphin, a delfin, itt megint PH, és nem F, le dauphin. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és majd legközelebb is találkozunk. Sziasztok!